Szeretetség, áldás, békesség, erős várom Istenünk. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai Isten tiszteletünkön, és azt követő megemlékezésen. Köszöntöm lelkész testvéreimet, Nagy Ferenc, római katolikus, téváros urat, és Deák László, igazgató lelkész urat, aki majd az ige hirdetés szolgálatát is ellátja. Köszöntöm a kedves feleségét, Gabriellát, aki a kántori szolgálatot látja el. Különösen szeretettel köszöntöm dr. Garcsó József országgyűlési képviselő urat, Vörösháza körzetének képviselőjét és egyben Karmosbúrnak is a képviselőjét. Ő fogja majd a Hősök napi megemlékezést tartani. Köszöntöm Ravasz Imre polgármester urat és minden megjelentem. Meg kedves testvérem, most az igét kérdetési alapigényét választottam. Megint találjuk József könyvében az első fejezet 5. versében. Azt mondja az Úr Józsuénak, senki sem állhat ellene egész életedben. Veled leszek, ahogy a Mózessel is vele voltam. Nem maradok el tőle, nem hagylak el téged. Amen. Kedves gyülekezet, nem tudom hányan vannak az itt ülők között olyanok, akik rendszeresen hallgatják és rendszeresen olvassák Isten igéjét. Azok, akik így szoktak tenni, azok számára bizonyára nem lesz újdonság, amit mondani szeretnék. Isten igéje olyan, ami nagyon-nagyon személyesen megszólít minket, és nagyon személyesen el tud találni minket. Nem tudom, hányan élték már azt, hogy az életükben volt valami nehézség, valami fájdalom, vagy éppen megoldást kerestek valamilyen problémára, és akkor Isten igéjéből találkoztam a válasszal. Volt az én életemben is ilyen, amikor talán szomorú voltam, talán elkeseredettem, és az evangélikusoknak van egy nagyon jó kis könyveské, az útmutató, talán többen ismerik, hogy a minden napra vannak igék, és akkor például, amikor én ilyen rosszabb hangulatban voltam, ezt az igét olvastam a 118. Zsoltárból, velem van az Úr, nem félek, ember mit állhat nekem. A hazáért imádkozom, hogy mindvégig a miénk maradhassa. Senki el ne oroszhassa tőlünk. Ez a lelkünkből feltörő kérés, imádság az Isten felé, hogy lélekben és igazságban, igaz lelkűségben szólíthassuk meg az Istent. Megszólítjuk Istent önmagunkért, ezért a magyar népért, hogy adja neki a sok-sok megpróbáltatás után, a szenvedés után szebb jövendőt, boldogabb napokat, ígéretesebb időt, hogy a munkában ismét megtalálja maga örömét, a maga boldogságát. Hogy rádöbbenjen arra, hogy mennyivel másabb, ha egymás felé szeretettel, őszintén, jó szándékkal közeledik. Kardoskultiak, pusztaközpontiak és környékbéliek.
Még tartott az első nagy világégés, amikor megszületett 1917-ben a 8. törvénycikkely, amely a települések erkölcsi kötelességére hivatkozva felszólítja azokat, hogy megfelelő helyen állítsanak emléket a most dúló háborúban részt vett hősök dicső emlékének méltó megörökítésére. Pár évvel később, 1924. május 10-én fogadta el a Nemzetgyűlés az úgynevezett 1924. évi 14. törvénycikkelyt. E paragrafus egyértelműen fogalmaz az ünneppel kapcsolatban. A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914-18. Évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelemben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet a jövő nemzedékek okulására és hősi halottainak dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünnepé avatja. Ezt az ünnepnapot, mint a hősök emlékünnepét, a magyar nemzet mindenkor hősi halottak emlékének szenteli. Azóta az ünnep tartalma térben és időben is kiszélesedett. Ma mindazokra emlékezünk, akik a magyar nemzet történetében a haza, a szabadság, a forradalmak és az emberi méltóság hős mártírjai lettek. Nekünk, akik békében élhetünk, fokozottan kötelességünk kimutatni a tiszteletünket azok irányában, akik nem születtek olyan szerencsés korban, mint mi. Nagyon sokan vannak ilyenek.